Sziasztok! Olyan történt, hogy beszarsz, és ezt muszáj vagyok elmesélni. Történt azzal, hogy ugye nyilván kijött a Classic WoW, teljesen jó. És gondoltam, hogy megoldok egy ilyen ezer éves problémát, méghozzá azt, hogy a Blizzard szerint én Angliában lakok. Ez annak idején, vagy 15 évvel ezelőtt azért sikerült így, mert annak idején bizony a szolgáltatások biztosul nem voltak elérhetők Magyarországon, csak a világ boldogabbik felén, és annak idején ez így lett megadva. Na most, gondoltam, hogy most már annyira kurva jól megy, hogy be tudnák fizetni akár egy hónap mobot is, KP-ba, és baromi idegesítő, hogy ezt fontba tolja az arcomba, legalábbis gondoltam, hogy oldjuk meg ezt a szitut, most már semmi baj nincs azzal, hogyha Magyarországon laksz, leszámítva a többit, és ezt csak úgy tudod megoldani, hogyha beszélsz a Blizzardos support fickóval, és lelkesen el is küldtem nekik a... nem névjegykártya, mi a faszod? Ez az izé. Mi ez? Személyazonosító, azaz. Na. Szóval, hogy elküldöd nekik ezt a vackot. Ez nagyon szép és jó, néhány nap múlva válaszolt a figura, hogy kurva jó, de ahhoz, hogy megváltoztassák a country-t, ahhoz el kell küldeni nekik az ID-kártot. Erről írtam nekik, hogy tök jó, én is erre gondoltam, már el van küldve, de elküldtem még nekik háromszor biztosan a Mizziher alapon, hogy ki tudják ilyen malás poszterrel tapétáztatni a Blizzard HQ-t hátulról. Na, erre jött a válasz, hogy nagyon jó, de küldjek nekik számlát, amin rajta van a név, meg a cím. Na és most jön az a rész, amiért csinálom ezt a videót. Összefosod magad. Várjál. Hozom. Hova faszba raktam? Másutam hova raktam, de valahogy ide raktam. Vagy oda raktam, vagy valahova raktam. Na megmondom. Tehát. Gondoltam, hogy ez nem lesz baj. Itt most lebuktatom magamat. De Krinyán Andrásnak hívnak. A malát leszámít. Na most, figyelj, gondoltam, víz számla. Nagyon jó lesz. Mi van odaírva névnek, bazd meg? Kirnyán. Nem találták el. Ez valószínűleg így van 100 éve, de eddig sosem néztem meg, hogy mit írnak rá névre. Ha ezt elküldöm a Blizzardnak, nem stimmel a ID kártya név, geci. Nem jó. Nem mondom, semmi baj. Internet. T-online. Nagyon jó lesz. Kvrr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 r
Tehát geci, nem találtam egyetlen egy olyan számlát, csak sikerült leírni a nevemet. Hát egyet sem. Nincs olyan. Most vagy elküldöm a brizárdos csávónak mindent, hogy hát ugye... 5 számlából ugyanarra a címre, 6 különböző névvel, oldjátok meg, köcsögök. Nem gondolom, bazd meg. Tehát, hogy így... Tehát leégsz, bazd meg. Ki égsz? És gyakorlatilag nem fogom tudni elintézni, hogy Magyarországon lakok. Az nem zavarja őket, hogy nem tudok angolul, sose értem munkában. Hú, úgyhogy küldjetek energiát, mert ezt valahogy leírom magyarul a fickónak, elküldöm az összes ilyen nyomorult csekket 6 különböző névvel. Mit tudom én mi, és akkor majd lesz valami. Majd kimegyek, mit tudom én, a parlament elé az ID-kártyával, vagy nem tudom, hol van kiírva, hogy Magyarország. Ki van írva valahol? Hát keresek egy helyet, mit tudom én, ahol ki van írva, hogy Hungari. Mit tudom én, biztos vannak ilyen fideszes plakátok, hogy Magyarország jobban teljesít, és majd így kiállok oda, hogy én vagyok, meg egy, mit tudom én, mai újsággal. Vagy nem tudom. Na szóval mindegy. Ezért csináltam ezt a tutit, egy ilyen kis bejelentkező videót. Egyébként a háttérben megy a Wolf, csak szólok. Meg nagyjából így néznek ki a setup. Nem tudom mennyire látszik, de ez itt durván 30 videó között tartja a történetet, meg a másik monitort is, meg a billentyűzet. Látszik? Mert ezen szoktam így egyensúlyozni az egeret, meg a lábomon, meg minden, úgyhogy most már legalább valamennyire látszik, hogy nem egyszerű streamelni ilyen 30 centis asztalval. Mert hogy a szék az magasan.
Na jó, mindegy, nem húzom az időt, igazániból csak ezt szerettem volna elmesélni, mert ez bearanyozta a mai napomat. Ugyanis ma válaszolt megint a GM, meg én is akartam neki válaszolni, és akkor láttam ugye a számlákat, hogy kurva jó. Remélem nektek is sikerült egy kicsit bearanyozni a napotokat. Már úgy nagyjából ennyi. Úgyhogy legyetek jók, valahol voltam, sziasztok!